Szeretettel köszöntök mindenkit. A novemberi előadásunkon ugye megint csak egy aktuális és provokatív témát sikerült találni, ami kapcsolódik a novemberhez, mint ugye a halottak hónapjához. Tavaly is novemberben volt egy hasonló előadás, ami kifejezetten a dogmatika oldaláról foglalkozott az elhunytakkal, az elhunytakért végzett imákkal, de most egy kicsit a mai problematikát veszük elő, ez pedig a lélekvándorlás és a spiritizmus problémája. Ugyanis az egész keresztény középkor és az újkor jó része alatt ez egyszerűen nálunk nyugaton és egyáltalán a keresztény hagyományok tájakon nem volt probléma. Hiszen senkinek se jutott eszébe, hogy ilyen keleti tanításokban higgyen, de hát manapság más a statisztikák azt mutatják, hogy még a gyakorló hívőknek is körülbelül a 20%-a hisz a reinkarnációban, a lélekvándorlásban, és hát bizony nagyon sokan szinte tudatlanul és szándék nélkül bele sodródnak ezekbe a tanításokba, a mozgalmakba, ugye különböző természetgyógyászati technikák, jóga gyakorlatok által, hogy ne is beszéljek az ilyen New Age-es praktikákkal, mint amilyen a Reiki például, vagy hasonló modern ilyen gyógyászati módszerek, vagy egyszerűen relaxációs technikák, az ember azt gondolja, hogy hát ennek semmi köze ugye a valláshoz és a lelki dolgokhoz, én egyszerűen csak a feszültségemet, a stresszemet akarom oldani, és idővel aztán szépen lassan fölvilágosítanak, hogy ez nem csak egy technika, nem csak egy módszer, hanem igazából elvárják az emberektől, hogy a mögötte levő filozófiát és a mögötte levő vallási világképet is magukévá tegyék, és szépen lassan, észrevétlenül belesodródnak ezekbe a dolgokba. Na most ugye, hát mindjárt meglátjuk, hogy miért veszélyes ez, és hogy az egyház tanítása pontosan mit is mond ezekről a jelenségekről. Kezdjük az elején, a lélekvándorlás mit is akar. Azt mondja, hogy ez egy olyan vallási és filozófiai meggyőződés, amely szerint az emberi lélek a halál után új testet kap. Hogy ez milyen test, ez különböző iskoláknál más is más. Egyesek szerint csak emberi testben szállhat át a lélek, mások szerint bizonyos esetekben állati vagy növényi testbe, sőt mondjuk egy kő alakját is föl leheti esetleg az a lélek, hogyha nagyon rosszabb karmája. Ugye? És ez a folyamat, az újjászületések sorozata megismétlődik a végső tisztulásig, amikor a lélek visszatérhet az égi hazájába, illetve visszatérhet az eredeti származási helyére. Hát ez is tulajdonképpen különböző ugye, alapokat ölt a különböző vallásokban, filozófiákban. A primitív népek úgy képzelték, hogy a lelke öröktől fogva a legfőbb lénynél, az istenségnél élne, tőle szállnak a földre és hozzátérnek vissza. Egyébként a platóni filozófia is valami hasonlót állít, tehát az, hogy az Isten, akit ős egységnek, az eredeti egynek tekintenek, ugye belőle szinte kiválnak, vagy kisugároznak belőle a különböző lelket, és hát ezek a lelkek az anyaggal való ugye összekeveredés által egyfajta bukott állapotba kerülnek, üntetésből kerülnek a testbe. A test ebben az elképzelésben egyszerűen nem más, mint a lélek börtöne, nem más, mint egy nyűg, amitől szabadulni kell, és ugye a végső megváltás az az, hogy a test börtönéből kiszabadulva visszatér az ősi eredeti egyhez ez a lélek,
újjászületések sorozata után. Indiában, az ugye hindu vallásban ez a tanítás egyfajta erkölcsi jelleget is öltött a karma elvén. Tehát a karma ugye azt jelenti, hogy az ember a földön elkövetett cselekedeteivel ugye egyfajta sorsot képez magának, tehát a rossz tetteivel ugye rossz karmája lesz, amit aztán úgy kell levezekelni, hogy esetleg egy állati vagy egy növényi testbe születik újjá az ember, és a jó cselekedeteivel pedig ugye jó karmája lesz, vagyis az újjászületéskor jobb testekbe, magasabb szintű ugye testekbe kerül be, és a végén visszakerül az eredeti céljához. Most ugye Pütagórász a görögöknél azt feltételezte, hogy a lelkek állandó 3000 éves körforgást végeznek az állatvilágban. Empedoklész a lélekvándorlást kiterjesztette a növényekre is. Egyébként ugye a keresztény, ókeresztény egyházatják mindig, hogyha említik is a lélekvándorlást, akkor mindig úgy utalnak rá, mint a pogányok tévedésére. Tehát egyfajta annak a következményét, hogy a pogány elve nem ismeri az igazságot, és így könnyen áldozatává válik különböző megtévesztő tanításoknak, és azután különböző módon érvelnek is a görög látóni lélekvándorlás ellen. Egyébként a kereszténység megjelenésével a lélekvándorlás beépül az olyan szekták tanításába, mint amilyenek a gnosztikusok, a manineusok, a különböző típusú újplatonikusok, de ugyanúgy például a világvallások közül a buddhizmusnak is szerves része. Egyébként egy dolgot, amikor Indiából vagy ugye a buddhizmusból importálják a lélekvándorlást, akkor arra nem gondolnak, hogy az indiaiaknál ez a lélekvándorlás ez egy keserű büntetés, egy iszonyatos nyűg. Maga Mahatma Gandhi úgy nevezte, hogy ez egy elviselhetetlen teher. És a mai ember pedig, hogyha a nyugati ember elfogadja a lélekvándorlást halált, akkor ebben egyfajta vigasztalást lát. Onnan, hogyha ezt az életet elrontom, se baj, lesz egy másik életem, ott majd kijavítom. Ugye, tehát egészen kicsorgul is, és más jelentőséget kap ez a tanítás. Az újkorban az olyan költők is hát elgondolkoztak a lélekvándorlás lehetőségén, mint amilyenek például Lessing, Goethe, filozófusok, mint Fichte, vagy Nietzsche. A 19.-20. században pedig az úgynevezett teozófia irányzata kelti életre a lélekvándorlás tanát, és csúcsosodik az egész a New Age mozgalomban. Annak tehát az egyik alaptétele az, hogy valójában az emberi életek összessége olyan, mint egy végtelenek látszó óceán, és az ember, az egyes ember földi élete az nem több, mint egy hullám az óceánon, a hullám pedig egyszerűen beleolvad ugye a tengerbe, és végső soron azonossá válik a tengerrel. Tehát egy kicsit ebben visszaköszön ez az indiai elképzelés, hogy a végső cél a nirvána, aminek semmi köze a mi mennyországunkhoz, mert ott nem vár az emberre semmiféle szerető, személyes, irgalmas Isten, hanem egyszerűen megszabadul a fájdalomtól, megszabadul az érzéseitől, és ugye egybe olvad a nagy világlélekkel, a nagy mindenséggel. Tehát tulajdonképpen egyfajta ilyen nagy egység valósul meg a kozmosszal. Szóval meglátjuk majd, hogy ez mennyiben gyökeresen más is eltérő a keresztény túlvilági elképzeléstől. Érdekes a helyzet a zsidóságban, ugye az Ószövetségben nem találunk semmi nyomot arra, hogy bármikor is hittek volna az Ószövetség korában a zsidók a lélekvándorlásban. Majd mindjárt ilyen idézettel is alátámasztom ezt az állítást.
Azonban később a hasszidizmusban egyfajta népszerű hiedelemként megjelenik a lélekvándorlás, és különösen a kabala tanításának a része. Itt ugye egy kicsit inkulturálódik ez a tanítás, tehát azt mondják, hogy ugye tulajdonképpen minden egyes emberi lélek része az általános léleknek, és ugye az egyes emberi lélek bukása az tulajdonképpen csak az nagy egyetemes emberi lélek bukásának a vetülete. Na most ezek a lelkek számkivetésben vezekelnek bűneikért, és csak arra az időre kapják az egyéni létüket, a különálló létüket, amíg levezetik a tartozásukat, amíg a feladatukat végrehajtják, és utána újra részesei lesznek Ádám egyetemes lelkének. Ahhoz, hogy valaki kiszabaduljon az újjászületéseknek a sorozatából, pontosan meg kell tartania a Tóra 613 parancsát és tilalmát. Aki pedig nem a zsidó nép tagja, annak könnyebb a dolga, mert ő csak a Noének adott alaptörvényeket kell, hogy megtartsa. Tehát sokkal könnyebben töri meg ezt az ördögi láncolatot. A legnagyobb bűnökért a zsidó haszidizmus szerint az emberek állattá, növényé, sőt kővé változhatnak. Egyébként például 2000 augusztusában előfordult, hogy egy izraeli rabbi például a holokausztot is így magyarázta, hogy azok, akik ott oda lesznek, azok az áldozatul esett zsidók valójában jól megérdemelték a sorsukat azáltal, hogy ők igazából a legnagyobb bűnözőknek az újjászületései voltak, a reinkarnációi, tehát tulajdonképpen csak méltán vezekeltek azért, amit az előző életeiben elkövettek, ugye. Egyébként nagyon hasonlóan találkozott Teréz anya is Kalkuttában, hogy ugye miért kellett most egy európai apácának oda menni, ápolni a sok nyomorultat? Hát azért, mert ugye a helyiek azt mondták, hogy ne segítsünk, ne bántsuk őket. Hát ők ugye egyszerűen csak méltán vezekelnek az előző életeikben elkövetett bűnökért. Tehát, hogyha segítünk nekik, ezzel megakadályozunk, hogy minél előbb megtisztuljanak, hogy megszabaduljanak, tehát engedjük őket vezekelni. Ugye, tehát látjuk, hogy milyen embertelen vetülete is van ennek a dolognak. Nem is beszélve a humoros részéről, hogy olvastam, hogy India egyes vidékei iszonyatos kampány zajlik például a rovarirtás ellen, mert hogy ugye senki se tudhatja, hogy esetleg a nagymamám, a dédapám újjászületett rovarképében, és akkor hogy jutok én oda, hogy lefújom egy vegyszerrel, és ugye elpusztítom, hát szörnyű dolog. Szóval vagy embertelenné válik az ember, vagy nevetségesé válik, hogyha végig gondolja ezt az egész logikát. Na most ugye nézzük tehát például, hogy a Szentírás mit tanít erről, mert ugye akik a reinkarnációt a keresztény gondolatvilágba be akarják vonni, hogy azt állítják, hogy igazából mindig is benne volt a lélekvándorlás ide a kereszténységben, csak hogy a gonosz egyház, ugye a Da Vinci kódban már említettük ezt, hogy a gonosz egyház ugye meghamisította a szent iratokat, és a különböző zsinatokon ugye császári parancsra ezeket az eredeti szövegeket átírták, átértelmezték és kitörölték a lélekvándorlás gondolatát. Hát a Da Vinci kódnál azért el is magyaráztam, hogy ez miért nem valószínű, sőt miért biztos, hogy nem történt ilyen hamisítás. De nézzük például, hogy az Ószövetségben Jób könyve azt mondja, mint ahogy a felhő tovasszál eltűnik a távolban, nem tér az vissza, akit az alvilág elnyel. Házában nem mehet soha többé vissza, és otthonat nem látja soha viszont. Tehát nincs visszatérés. Prédikátor könyve, a holtaknak soha többé nem lesz részük abban, ami a nap alatt végbe megy. Izajás könyve már hirdeti nyíltan a testi feltámadás. Tehát itt jön a kulcsfogalom, hogy mi keresztények a test föltámadásában hiszünk, és ez pedig eleve logikailag is kizárja a lélekvándorlás.
Azt mondja Izaiás, életre kelnek majd holtaim, és holttestük feltámad. A zsidókhoz írt levél, ugye már az új szövetség azt mondja, hogy az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer halljon meg, és utána ítéletben legyen része. Tehát igaz az, hogy egyszer élünk. Csak nem úgy kell értelni, hogy akkor ugye carpe diem, akkor hapsold az élvezeteket, az örömöket, amíg még fiatal vagy, amíg még lehetőséged van, nem úgy kell érteni, hogy nagy a felelősségünk, mert pótvizsga nem lesz, tehát itt az életben ugye kell az örök sorsunkat megérdemelni. A szegény Lázárról szóló példabeszéd ugye világosan kifejti azt, hogy oda áll az örök életben, ugye végérvényes az ember sorsa, igazságos, megváltozhatatlan, és onnit nem térhet senki vissza a földre. Ugye emlékezünk, hogy a dúsgazdag, miközben szenved a lángok között, azt mondja, hogy atyám Ábrahám, legalább küld el ugye Lázár vissza a földre, az élő testvéreimhez. Figyelmeztesse őket, hogy térjenek meg, nehogy ők is ide jussanak a szenvedések helyére. És erre azt mondja Ábrahám, hogy nem, van Mózesük, vannak prófétáim, azokra hallgassanak. De nem hallgatnak, atyám. Hát ha azokra nem hallgatnak, nem fognak hallgatni arra sem, aki esetleg a halottak közül visszatérne. Tehát nincs visszatérés, ugye mondja, hogy tehát az erre is vonatkozik, hogy köztünk is, köztetek, elvállalt, egy áthidalhatatlan szakadék van. Innét se jöhet oda senki, és onnét se ide senki. Tehát nincs átjárás. Még egy új szövetségi példa, ugye a jobb latornak, mit mond az Úr Jézus? Azt mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Ugye a Jehova tanulja ezt nagyon ügyesen kibekkelik, mert ugye a vesző máshova teszik. Azt mondja a Jézus, hogy mondom neked ma, vesző, velem leszel a paradicsomban. Majd egyszer, hogy az utolsó ítéletkor, de nem ezt mondja az eredeti szöveg, hanem azt mondja, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban, még most. És ha gondoljunk bele, hogy ezt egy gyilkosnak mondja, hát kinek lett volna nagyobb szüksége arra, hogy újjászülessék, esetleg egy patkány, vagy giliszta, vagy csótány formájában, hogy nevezek el azt a sokoldozt tettet, amit elkövetett. Az Úr Jézus nincs azt mondja, hogy mész patkánynak, nem azt mondja, hogy ma velem leszel a paradicsomba, ugye? Tehát látszik az, hogy lélekvándorlás filozófiája, ez nem ismeri a megbocsátást, nem ismeri az irgalmat, nincs igazából remény. Ez egy nagyon kegyetlen módszer, ahol csak az igazságosság van, és ugye semmifajta lehetőség a szabadulásra idő előtt. Aztán ugye Szent Pál apostol figyelmeztet, mindjártunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megkapja, amit kiérdemel, amit életében kiérdemel, az szerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e. Tehát ő sem említi, hogy ugye még lehetősége van javítani, hanem a halál után meg kell jelenni az ítélő szék előtt. Tehát még egy nagyon fontos dolog, ami miatt a kereszténységtől idegen ez a lélekvándorlás, mert ugye a lélekvándorlás teljesen ezt a plátóni világképet vallja, hogy a test és a lélek valójában nagyon független két valóság. Valójában csak lazán kötődnek össze, és tulajdonképpen ugye azt mondja, hogy a lélek olyan, mint a kocsis, amely ugye hajtja a kocsit, és hát a kocsis bármikor válhat egy másik kocsiba átül. De hát a keresztény világkép és a Biblia világképe egészen más is az emberképe, mert az nagyon hangsúlyozza a test és a lélek egységét. Tehát az ember Isten kép más, a szava akarata van, személy méltósága van, és minden embernek a személye teljesen egyedi. Tehát ilyen, mint én, soha eddig nem volt és nem is lesz, mert hogy valaki mondaná, hát Isten. Szerencsére, ugye? Tehát egyedi alkotások vagyunk, unikum. Isten nem gyárt ugye semmit sem szallagon, hanem mindig egyedi, megismételhetetlen személyeket hoz létre,
És ugye ezért nem lehet az, hogy az egyik személye átfoljon a másikba. Ugye az állatoknál nem így van, mert az állatoknál az egyes állat nem külön egyéniség, de az emberek között minden ember külön egyéniség, külön utánozhatatlan személy. És a test és a lélek szoros egységet alkot. Ugye, tehát a lelkem az nem én vagyok, az csak egy részem. A személyemhez, az emberi természethez szigorúan oda tartozik, hogy az ember nem csak lelki, de testi lény is. Ezért van az, hogy az üdvösség az nem állhat abban, hogy a lelkem üdvözül, a testemet pedig, hát vigye az ördög, nem érdekel, mi lesz vele, hanem a testemet is meghívja Isten az örök életre, mert az szigorúan hozzám tartozik. Ugye, tehát ez mondjuk egy külön téma lehetne, hogy mi persze valljuk azt, hogy a lélek meg lehet külön is. Ugye a halál után, mikor a testünk visszatér a földbe, a lelkünk azért már részesül a külön ítéletben, és már elkezdődik az örök sorsa. A mennyországra, a tisztító tűz, vagy a pokol, ugye? De ez nem egy örök állapot, és nem egy természetes állapot. Tehát a léleknek hiányzik az ő teste. Akvinói Szent Tamás mondta, hogy Isten valamiféle csodálatos közben lépéssel föntartja ezeket a független lelkeket, az anima separatát, az utolsó ítéletig, amikor végre helyreáll a normális állapot, hogy a testünk is ugye csatlakozik a lélekhez, és részesül az örök sorsban. De hát erre vannak külön elméletek, hogy ez hogy magyarázható, hogy a lélek test nélkül megvan, de legyen elég annyi, hogy ez nem egy természetes állapot, és hogy a lélek vágyik arra, hogy minél előbb egyesülhessen a hozzátartozó testtel. No, szóval az, hogy mennyire visszatérve, mennyire egyedi minden emberi személy, hát képzeljük bele, hogy képzeljük el azt, hogy mennyire rosszul esik, hogyha például minket összetévesztenek, lecserélnek, helyettesítenek másokkal. Ugye, hogyha például valaki beleegyezése nélkül mondjuk kisajátítja a személyemhez tartozó dolgokat, lakásomat, bankszámlámat, aláírásomat, ugye. De ilyen külső dolgokban azért lehetséges, hogy mondjuk egy jogi ügyben megbízok valakit, hogy a személyemnek járjon el. De a igazán személyes és fontos dolgokban nem lehet senkit helyettesíteni. Ugye, hogyha valaki egy házasságban él, akkor nem tudja képviselő útján élni a házasságban, mert személyesen kell ott lennie, és ugye ez egy utánozhatatlan dolog, egyedülálló. No, tehát a lehetetlen emiatt, hogy a személyiség egy következő születés kedvéért megszűnjön, és a lélek beolvadjon egy másik személyiségbe. Tehát, ha ez így lenne, akkor nem beszélhetünk valójában az ember személyiségéről, vagy sem pedig egyediségéről. Igen, tehát... A testnek a lényegességét, tehát hogy az mennyire hozzátartozik a személyünkhöz, mutatja ugye az Úr Jézus föltámadása is. Tehát az, hogy a föltámadáskor ugyanaz a Jézusi test támad fel, és ugyanaz a Jézus jelenik meg testi formában, amely akit keresztre szögeztek, ugye, meg is mutatja, hogy nézzétek a sebeimet, a kezemet, az oldalakat, nem vagyok kísértett, ugyanaz vagyok, aki a keresztre fügtek. Tehát ennyire fontos a test. Ezért mondja megint csak Szent Pál a Filippi levélben, a mi hazánk a mennyben van, onnan várjuk üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztus, ő átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. Majd azt is mondja a II. Korintusi levélben, hogy egykoron majd Jézus élete is nyilvánvaló lesz a testünkön. Tehát a test megdicsőülése, a testnek az üdvössége és az örök élete. Ezzel szemben a lélekvándorlás tulajdonképpen egyfajta panterizmus. Nagyon-nagyon szeretem,
amikor a Varsi Balázs atya többek között itt a Ferenciek terén is, mindig valahogy visszatér erre a témára, hogy az ember személy, hogy ez mit jelent, hogy egyedi, utánozhatatlan, és azt is fogta mondani, hogy a kereszténységen kívül tulajdonképpen minden más vallás és minden más világnézet panteizmus. A vak siker világnak az istenítése. És a lélek vándorlás is valójában panteizmus. Nincs tehát biztosítva az emberi személy függetlensége, méltósága, sérthetetlensége, és ugyanúgy nincs biztosítva az Istennek az isteni volta sem. Hiszen a újjászületések végén a lélek miután előtte ugye volt már muskátli, volt már patkány, volt már cselebogár, volt már kiskutya, kismacska, a végén ez a lélek ugye a folyamat legvégső pontjaként beleolvad az Istenbe. Tehát ez lealkonyítja az Istent. Teljesen ugye az Istennek, ezt a tagadja az Istennek a világtól való különállását, különbözőségét, ezt a végtelen lépbeli szakadékot, ami elválasztja a teremtő a teremtménytől. Tehát a mi lelkünk, úgy vagyunk mi keresztények, nem része sem az Istenségnek, nem része sem pedig a nagy közös emberi léleknek, amiben az összes ember lelke bele tartozna, nem, hanem tehát nem valami közös nagynak a része, hanem önálló valóság, önálló szubstancia, ami csak a testtel együtt tud önállóan működni. Miféle boldogság lenne az, hogy egyszerűen a végén a sok szenvedés elviselése után beleolvadok valami egyformaságba, beleolvadok valamiféle nagy általános nirvánába, ugye a semmibe tulajdonképpen. Az ember inkább azt várja, hogy személyesen megtalálja a boldogságát, a szeretetben, a szerető másikkal, magával a személyes Istennel való kapcsolatban. Erre vágyik ugye, hogy az én személyem ne szűnjön meg, hanem beteljesedjen, megtalálja maga igazi helyét. Egyébként nagyon hasonló a lélekvándorlás az ateista világképhez is, mert ugye valójában a marxisták szerint is az történik a halálban, hogy a test molekulái visszakerülnek az anyavilág névtelenségébe, a személyiségen pedig megszűnik. Ugye mindjárt tanultuk még, akik még kellő forra rendelkezünk, hogy az anyag ugye nem keletkezik, nem szűnik meg, hanem csak átmegy egyik formából a másikba. Ugye? De a személyiség az egy ideiglenes dolog, ami után eltűnik is. És kész, ugye. No, szóval látjuk a rokonszálakat. No, tehát azt mondja, hogy hiába mondják azt, hogy a sok-sok számú újjászületés évén megtisztul az emberi lélek, de és hogy egyetlen emberi élet nem elég a tökéletesség megszerzésére, de azért tény az, hogy a sok élet sem lenne elég ahhoz, hogy mi Istenhez igazán méltók legyünk, és igazán ugye az eszménynek megfeleljünk. Oly nagy dolog az, amit az üdvösség jelent, amire Isten minket meghívott, hogy ez akármilyen hosszadalmas, akármilyen gyötrelmes önerővel nem tudjuk elérni, hanem csak kegyelemként tudjuk megkapni a mi Istenünktől. Ugyancsak része a lélekvándorlás filozófiájának az evolúciós szemlélet. Na most itt nem egészen a természettudományos evolúció elméletre kell gondolnunk, hanem egyfajta filozófiai evolúcióról, ez egyfajta ezoterikus fogalom, ami hát arról beszél, ugye, hogy az egész világ mindenség erkölcsileg, szellemileg folyamatosan fejlődik, és ebben az is benne van, hogy már a testi válásunk, a világra születésünk előtt létezett az emberi személy, tehát az emberi lélek, amit ugye egyébként például a természettudomány sem támaszt alá, sem pedig a keresztény kinyilatkoztatás. Mi a helyzet a spiritiszták tapasztalatával, akik azt mondják, hogy
hogy hát nekik tapasztalataik vannak, visszaemlékeznek a régi életükre, ugye vannak manapság sokan ilyen természetgyógyászok is, akik úgy kezelik az embert, hogy visszavezetik őt a korábbi életeibe, ugye regressziós hipnózist alkalmaznak, néha még pszichológusok, pszichiáterek is gyógyító szándékkal ezt teszik. Hát ugye erre többfajta magyarázat lehet, az egyik az, hogy a hipnotikus állapotban az emberi elme az álomhoz hasonlóan működik, tehát fantáziadús képek törnek elő, vagy pedig egyesek egyfajta telepátiával is magyarázzák, hogy a hipnotizőr átviszi a saját gondolatait, mint egy beleszugerálja a hipnotizált szemébe azokat a képeket, amik megjelennek. Vagy pedig egyesek azt úgy is magyarázzák, hogy ebben a rendben a különleges állapotban tudatosulnak a kisgyermekkor benyomásai, és ezek alkotják ezeket a képeket. Azonban keresztényként nem szabad kizárni, és erre még visszatérünk, az sem, hogy ezek a képek a korábbi életedből egyfajta démonikus hatásra jönnek létre, tehát a gonosz léleknek a hatására. Előfordulnak olyan dolgok, hogy mondjuk kisgyerekek úgymond visszaemlékeznek a korábbi életeikből idézőjelben származó történetekről, régi dolgokról, bizonyos tényekről, amikről biztos, hogy nem tudhatnának. Hát ilyen esetben nagyon-nagyon gyanúja annak, hogy itt démoni sugallatokról van igazából szó. A megszállottság egyfajta formájáról. De mondom, erre még visszatérünk. Még egy pár szó arra, hogy erre az állításra, hogy a reinkarnáció ugye már megvolt a Bibliában, csak ugye az 5. egyetemes zsinaton, Konstantinápolyban, 553-ban Justinianus császár nyomására az egyház törölte a Bibliából a reinkarnáció tanát. Mire hivatkoznak ezek az emberek? Hát például ez a híres rész, amikor Jézus arra utal, hogy Illés újra eljött, ugye? Tehát azt várják a zsidók, hogy a messiás eljövetele előtt a végidőben eljön majd Illés újra. És ugye Jézus egyes mondataiban, mintha azonosítaná Illés Keresztelő Jánossal. Tehát, hogy Illés már eljött, de úgy bántak vele, ahogy akartak. Tehát ugye utal Jánosnak a vértanúságára. És azt állítják a reinkarnáció hívei, hogy lám, Illés reinkarnálódott Keresztelő Szent János személyében. Na most itt tudni kell, hogy ugye a korabeli zsidóság semmi ilyet nem tételezett el, és nem hitt semmi ilyesmit, hanem egyszerűen ugye a messiás előretelét meg kell, hogy előzze Illés visszajövetele. De gondoljuk meg, hogy Illés nem halt meg a királyok könyve szerint, tehát ő eleven ugye fölvitetett az égre, tüzes kocsival. Ahhoz, hogy valaki reinkarnálódjon, hogy újjászülessék, először meg kell halnia. De Illés nem halt meg. Hogy tud akkor újra születni? Tehát ez is egy ilyen dolog. Aztán ugye, amikor ugye ott a Zakariás jelenésénél, amikor a Gábor adja, fölvilágosítja, hogy a gyermek, hogy a felesége Erzsébet gyermeket szül, és ez a gyermek Malakiás próféta szavaira utalva azt mondja, hogy Illés szellemével és erejével fog működni. Tehát nem azt mondja, hogy Illés újjászületik benne, hanem Keresztelő Szent János működése azt a prófétai szellemet fogja megjeleníteni, ami Illésben működött, ami Mózesben működött, ami a nagy prófétákat jellemezte. Ugye, tehát ez a prófétikus karizma, ami folyamatosan végig kísérte az ószövetségi népet, az a fogság után gyakorlatilag megszűnt. És hosszú-hosszú éveken át, évszázadokon át nem volt próféta. És ez egy szörnyű állapot volt, hogy Isten elhagyta a mi népünket, mert nem küld többé prófétát. És megjelenik Keresztelő János hosszú idő után, mint a végidők nagy profétája, az utolsó nagy proféta,
És ugye ezért mondja, hogy majd illés szelleme, amit mi már elveszettnek hittünk, visszatér íme ebben az emberben, aki illés gyanánt működik, ugye, és előkészíti a népet a megmesiás eljövetelére. Tehát illés az egy előkép, amely beteljesedett keresztelő Szent Jánosnak. Tehát a kiválasztottság egyfajta folyamatosságának, átadásának, az előképek beteljesítésének a eseményéről van szó. Aztán még egy fontos szentírási hely, ugye a színeváltozás, a táborhegyen, ugye megdicsőül az Úr Jézus, és megjelenik mellette Mózes és Illés. Na most azt mondja, hogy amikor ez történik, a színeváltozás, akkor keresztelő Szent János már meghalt, már vértanú lett. És most tényleg, és most ugye, hogyha keresztelő János Illés reinkarnációja van, volt, akkor hogy a színeváltozás hegyén nem keresztelő János jelenik meg? Ugye, mert most már Illés keresztelő János lett. Hogy Illés jelenik meg ott? Visszatérhet valaki az előző reinkarnációjába? Hát erről nincs semmiféle elmélet, egyetlen iskola sem van egy ilyen elméletet. Aztán egy másik idézetet szoktak mondani, a Nikodémus féle beszélgetés, ugye, Illés föltett, vagyis Nikodémus fölteszi a kérdést, ugye, hogy Jézus beszél az újjászületésről, és azt mondja Nikodémus, hogy de csak nem térhet vissza az ember anyja méhébe, hogy újra szülessék, és akkor újra szülhet, hogy reinkarnálódjék. Nem. Ez, hogy újra szülessék, az görögül anoten, tehát felülről születés, vagyis a Szentlélekből születik, a Szentlélek által lesz az embernek új élete. Ez a keresztség, ugye, ami tudjuk, hogy újjászületés, nem a reinkarnáció értelmében, egészen másról van szó. Vagy például a Jánosnak az a híres története a vakon született meggyógyításáról, ugye, hogy megkérdezik a tanítványok, hogy Mester, ki végezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Tehát azt mondják, hogy lehetséges akkor, hogy az előző életében vétkezett ez a szerencsétlen, és azért született vakon. Szó sincs erről, hanem a korabeli zsidóság úgy hitte, ugye, hogy az ákok és az áldás is nemzedékről nemzedékre száll. Ugye gondoljunk bele, hogy ott a mózesi törvényekben is az van, hogy ugye megtorlom a bűnösöknek a vétkeit, heteríziglen, de ezzel ízikben irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik engem félnek és tisztelik az én nevemet. Tehát az áldás és az ákok is öröklődik nemzedékről nemzedékre, és van egy, erről van szó, amikor azt mondja, hogy esetleg a szülei vétkezte, és ő azért született ő vakon, illetve egy másik vélemény ugye a zsidóságban, hogy az ember valahogyan még az anyja méhében is vétkezte. Tehát ez egyfajta utalás az áteredő bűnre, hogy az 50. Zsoltán is azt mondja, hogy hiszen már vétekben szült engem anyám. Tehát ugye már a földi születés előtt megtörtént ez a bűnbeesés. Tehát semmiképpen a korabeli zsidóság nem beszél, nem gondol erre, hogy valakinek lehettek volna előző életeik. Az egyházatyákra és szokták ráfogni azt, hogy ők is eredetileg szilárdan hittek a lélekvándorlásban. Egy egyházatya volt, aki valami hasonlót vallott, de ez az egyházatya nem szent, és a későbbi zsinatok eretnek is nyilvánították, ezt pedig úgy hívják, hogy Origenész. Ugye a 3. században élt, nagyon sok okosaki szépen írt, de volt néhány tévedése. De egyik tévedése az volt, hogy Origenész azt vallotta, hogy a lélek a földi élet előtt teremtetett, tehát a testet megelőzően már létezett a lélek, és utána kerül a testbe büntetésből. Tudnélik, Origenész a Plátoni iskolának volt a követője, a neoplatonista filozófiát követte, és ezért vallott ilyeneket. És Origenésznek az is meggyőződése volt, hogy előbb-utóbb mindenki megtér,
mindenki levezeti a bűneit, még a sátán is a végén meg fog térni. Ezt a tanítást úgy hívják, hogy apokatasztázis. Na most ezt ítélték el a későbbi zsinatok. Például ez az előbb említett 553-ban megtartott Konstantinápolyi zsinat, az 5. egyetemes zsinat, Origenész eredetnek nyilvánította, és ugye kifejezetten elítélte a lélek megelőző létezésének a tanítását, de még ez a tanítás sem azonos a reinkarnáció tanával, mert Origenész nem beszélt arról, hogy az előzőre megteremtett lélek többször is megtestesül és több életen megy keresztül, hanem egy földi életről beszél csupán. Aztán Antiochiai Theophilosz második századi egyházatja kifejezetten beszél arról, hogy Isten hatalma abban nyilvánul meg, hogy azt teremt a semmiből, amit akar. A példa a lélek adás, tehát Isten adja a lelket, mégpedig a fogalás pillanatában. Tehát ez is a katolikus hit dogmája, hogy az Isten közvetlenül teremti minden egyes ember lelkét, mégpedig abban a pillanatban, amikor a szüle az anya méhében megfogal az ember. Tehát amikor létrejön a testünk, ugyanabban a pillanatban létrejön a halhatatlan lelkünk is. Sem a lélek nem előzte meg a testet, sem a test a lelket. Egy időben jönnek létre. Egyébként ez, hogy Isten közvetlenül teremti minden egyes ember lelkét, ez nagyon vigasztaló dolog, mert ezek után nem érdekes, hogy én kívánt gyerek vagyok, vagy nem, örültek nekem a szüleim, vagy nem, esetleg nem erőszak, gyümölcsem az én létem, mert nem a szüleim akarata, a végső akarat, ami mögöttem áll, az én létem mögött, ami a teremtő Isten akarata, aki akarta, hogy legyen, és hogy ilyen legyek, amilyen lettem. Tehát ez az ő bűne, és ő áll mögött, az én létem mögött. Tehát ez egy nagyon vigasztaló tény. No, aztán Athenagorász, pontosan ő az, aki ezt mondja, hogy sem a lélek külön, sem a test külön, nem az emberi természet, hanem csak a kettő együtt. Tehát nem lehet a lelket így függetleníteni a testről. Nüsszai Szent Gergely, 4. századi híres kapadókiai egyház atya, elítéli a reinkarnációt, mint pogány helén tanítás, ugye görög, pogány görög tanítás. És azt mondja, hogy az egyes lények teremtésénél egyiket sem szabad a másik elé helyezni, sem a lelket a test elé, sem fordítva. A mi emberi természetünket kettősnek kell gondolni, tehát a test és lélek egyaránt hozzátartozik. Az alkotó ereje egyszer hozza létre az egészet. Szent Jeromos, aki Origenésznek elvetemült, vagyis aki Origenésznek egy nagyon határozott ellensége volt, a reinkarnációt gonosz és elvetemült tannak tartotta. Még néhány ilyen bibliai részlet, azt mondja, hogy a Márk evangéliumában van egy említés arról, hogy Herodes, amikor értesül Jézus csodatetteiről, az a gondolata támad, hogy biztos keresztelő János támad fel a halálból, akit megölettem. A nép pedig úgy gondolja, hogy Jézus nem más, mint Illés vagy egy a proféták közül. Hát ez nagyon érdekes, mert akik ezt vallották, azok valószínű, hogy sem keresztelő János, sem Jézus közvetlen közelről nem látták, mert akkor alkalmuk lett volna a kettőt együtt látni. Tehát ugye ahhoz, hogy keresztelő János újjászülessen Jézusban, az kéne, hogy ugye Jézus csak azután szülessék, miután János megölték. De nem ez történt, hanem majdnem párhuzamosan zajlott a kettőnk élete. Tehát abszurdum azt gondolni, ugye, hogy ugye Herodesnek igaza volt, hogy újjászületett keresztelő János Jézus személyében. Aztán, szóval nem arról van szó, hogy a léleknek egyfajta új testbe való átmenetele történt. Tehát összegezve lassan ezt a lélekvándorlásról szóló részt, azt mondhatjuk, hogy ugye a katolikus egyház tanítása szerint
a test és a lélek között mélységes egység van. A lélek nem más, mint a test formája, tehát ugye az a struktúra, az a törvény, az a keret, ami az anyagnak formálva célt a életet ad. Tehát a lélek és a test nem két összekapcsolt természet, hanem egyetlen egy természet. És ezért elképzelhetetlen, hogy tetszőleges számú testsel egyesül ugyanaz a lélek. Minden szellemi lelket Isten közvetlenül teremt, a lélek halhatatlan. Még egy fontos érv, amit a katolikus egyház katekizmusa fölhoz, az, hogy ugye, hogyha valaki újjászületik, akkor normális körülmények között nem emlékszik az előző életére. Tehát lenullázza magát, és teljesen üres, ugye, tudattal születik az új testében. Hát akkor mi az értelme annak, hogy ugye újra és újra a nulláról indul? Tehát, hogyha büntetek egy diákot például, akkor a pedagógusok tudják, hogy nagyon fontos, hogy közölni kell benne, hogy ezt mivel érdemelted ki, miért büntetlek őket. Na most, az embertől gondolj bele arra a kalkutai szegénynek az esetére, hogy a szemben éhen hal, és fogalma nincs, hogy mit védett az előző életeiben, hogy ez a sors jutott neki osztályrészül. Akkor mitől igazságos és mitől eredményes ez a büntetés, hogyha nincs meg az oka? És miért kell mindig újjászületnie, hogyha ugye nem őrzi meg az előző életeinek a tapasztalatait is? Hogy ja, itt már megsütöttem magam, itt már elbuktam, ezt nem fogom megismételni, ugye. Tehát nincs ez a tudat, hanem megint teljesen tudatlanul, tapasztalatlanul újra kell kezdenie azt, amit már ezer személyig csinál. Hát ennek semmi, de semmi értelme a világon nincs. No, tehát, és a másik dolog ugye az, hogy ezek a reinkarnációs elméletek egyszerűen az embert kiszolgáltatják a vak megfoghatatlan végzetnek, tehát nincs irgalom, nincs megbocsájtás, és nincs felelősség sem, hiszen ugye, ahogy az előbb említettem, ha ezt az életemet elrontom, hát akkor újra kezdhetek akárhányszor. Tehát nincs meg az a felelősség, hogy igenis súlyos következménye lesz annak, amit teszek, az örök sorsom függő tőle, és nem lesz lehetőségem ezt egy következő életben kijavítani. Na most ugye a keresztény kultúrkörben a 16. században bukkant el először az újjászületés gondolata, az új platonikus körök végén, például a híres Giordano Bruno is vallotta a reinkarnációt. Ez az egyik oka, hogy az egyház őt, ugye, mint tévtanítót elítélte. Aztán csak a 19. század végén bukkant föl újra, de most ezúttal teljesen jön a reinkarnáció gondolata. Tehát, hogyha valaki magáévá teszi a reinkarnációnak a tanítását, akkor automatikusan tagadja a feltámadást, ugye a test feltámadását, tagadja a megváltásnak az egészét, tagadja Jézus istenségét is tulajdonképpen, mert ugye akkor valójában Jézusnak ez a megtestesülése, ugye ez csak egy mulandó, egy átmeneti dolog, aminek különös jelentősége nincs, és gyakorlatilag a keresztje is, a Jézus megtestesülése keresztje, egész megváltó műve is fölösleges, mert a reinkarnációban a szenvedés, a kereszt, a halál soha nem játszik pozitív szerepet. No, tehát ezzel szemben mondom, hogy a keresztény ember arra vágyik, hogy személyesen, tudatosan és közösségileg tovább éljen a tökéletes teljességben. Erre pedig csak a keresztény hit és a keresztény remény biztat minket. És itt térünk át a másik irányzatra, illetve a másik jelenségre, a spiritizmusra, ami szorosan összefügg a lélekvándorlással, majd meglátjuk ezt is, hogy hogyan. Ugye valójában a spiritizmus az okkultizmusnak egyik ága,
összefügg az ősi kísértett hittel, hogy az egyes elhunytak megjelenhetnek. A primitív vallások kevelén szintén gyakori szokása az elhunytak szellemének megidézése, például a sámánizmus az lényegében kapcsolatteremtés a szellemekkel. Az ókori pogány vallásokban szintén megjelenik a szellemidézés, például Homérosz eposzában Odüsszeusz is megidézi a vak jó szellemét, hogy világosítsa fel, hogy hogyan juthat vissza hazájába. A Pláton véleménye szerint a bűnös életet élt emberek lelkei, akik ragaszkodnak a földi anyagi dolgokhoz, például a földi lakóhelyükhöz, kísértetként megjelenhetnek, visszatérhetnek, ugye. Rómában már Krisztus előtt 300-ban adatok vannak a halott idézésről. Például Néró császár megidézi az általa meggyilkoltatott édesanyja lelkét. A varázslás, a mágia az ugye egyébként az Ószövetségben is sokszor említés esik róla, mindig elítélően is negatív kontextusban. A modern spiritizmus első ideológusa Emmanuel Swedenborg, 18. századi teozófus, szekta alapító, aki állítólag 30 éven keresztül érintkezett a szellemekkel. Ugye a szellemidézéshez mindig szükség van egy médiumra, egy alkalmas közvetítő személyre. Az első ilyen ismert közvetítő médium Friederika Wagner, aki ugye a Prevosti Jósnő néven lett ismerté, majd később egy Andrew Jackson Davis, aki tulajdonképpen a transz állapotban diktált egyik művében meghatározta a modern spiritizmus túlvilág képét. Azt mondta, hogy tulajdonképpen ez a spiritizmus egy új világvallás akar lenni, ami átveszi a kereszténység helyét, és ez a kulcsa az új erkölcsös világ megteremtésének. Még egy fontos pont a mozgalom történetében, 1848-ban egy amerikai metodista lelkész, John D. Fox házában megmagyarázhatatlan jelenségek kezdődtek. Úgy tűnt, hogy egy szellem jelenik meg a családnak, aki kopogtatással válaszol a kérdésekre. Azt derítették ki, hogy a kopogó hangok egy boltos lelkétől származnak, akik abban a házban gyilkoltak meg. És innen ered ez a szokásos módszer, hogy a kopogtatása lehet a túlvilággal kapcsolatot lehet. Ugye ismerjük a filmekről, hogy egy kopanás az igen, kettő kopanása nem is, akkor ugye mindenféle hangok hallatszanak. No, szóval ugye, aztán a még egy fontos ilyen spiritista apostol, ahogy szabad mondani, egy Hippolyte Rivail nevű úriember, aki egy galliai druida reinkarnációjának tartotta magát, és fölvette az Allan Kardec nevet. Hát ő volt az, aki összekapcsolta a spiritizmust a kereszténységgel, a keresztény erkölcsi tanítással, és azt mondta, hogy amit Mózes kezdett, azt Jézus folytatta, és ő maga Allan Kardec fogja befejezni, és a spiritizmus által egy új szellemi korszakba vezeti az emberiséget. Most Magyarországon ennek a Kardecnek a spiritizmusa kezdett terjedni, a Magyar Spiritista Egylet már 1871-ben megalakult, és ugye később a neve Szellem Búvárok Testületévé változott egy lapot is kiadtak, ahol ugye terjesztették a különböző szellemek üzeneteit. Továbbá még egy kilépett német pap, katolikus pap, Johannes Gréber is, az úgynevezett gréberizmusnak az alapítója, az, akinek fontos szerepe volt a spiritizmus Magyarországon elnevésében. Na most ugye jellemzői ennek a spiritizmusnak az, hogy ugye mindig kell egy médium, eredetileg ezek általában nők, mégpedig olyan nők, akik a 19. századi nő ideálnak felelnek.
jelenség, transz állapotban történő beszéd, automatikus írás, ugye egész könyveket, könyvtárakat írtálnak ezek a szellemek. Bobogtató hangok, ugye asztalt táncoltatás, különböző tárgyak megmozdítása, lebegtetése, aztán író székecske, ugye, tehát az úgy néz ki, hogy leírják ugye az ABC-t, ilyen félkörre, és akkor egy mozgatható kis szerkezettel, ugye tologatják, és állítólag a szellemet irányítják a mérgyi kezét, hogy hol álljon meg, és így állnak össze a szavak és a mondatok. Egyébként a saját nagymamám mesélte azt, hogy az ő gyermekkorában, tehát ő most 91 éves, ez nem volt olyan régen, a vidéki kisvárosi vallásos hölgyeknek az volt a kedvenc szórakozása, hogy a vasárnapi mise és a vasárnapi ebéd után összejöttek szellemet idézni ezzel a módszerrel, és különböző kíváncsi kérdésekkel bombázták a rokonaikat, ugye, hogy ki van ott, ki nincs, hogy vagytok, mi újság, stb. Tehát, hogy ez mennyire elterjedt abban az időben, és mennyire veszélyes, hogy még ezeket a vallásos hölgyeket is teljesen megfertőzte ez a divat. Ugye, tehát aztán ugye szellem, kezek által megszólaltatott hangszer, egyszer csak elkezd valaki árfázni, ugye fényjelensége, a szeánsz helyszínén végig seprő hideg kuballa, materializáció, ugye megjelennek a semmiből egyes testrészek, vagy egész alakok. A megtévesztő az, hogy ezek a spiritiszták sokszor a vallásosságot is belekeverik ebbe, például a szeánszot imával, vagy bibliaolvasással kezdik. És utána következik a szellemek megidézése. Most ugye tulajdonképpen a tanítását a spiritizmus a gnoszticizmusból merítette, tehát amit az előbb említettük, hogy ugye a szellemek, azok a lélek, a testet megelőzően is létezett, az istenségből származik, Lukács következtében jutott a testbe, és ugye ezekből kell megszabadulni. Na most ebben a világképben Jézus Krisztus nem megváltó, hanem a legmagasabb szellemi teremtmény. Tehát valójában egy arianizmusról van szó, hogy Jézus a teremtmények között a legmagasztosabb, ugye, aki egyszerűen azért jött el, hogy tanítson és példát adjon. 1906-ban Budapesten egy médium a következő kinyilatkoztatást adta, ugye egy állítólagos szellemtől, Isten káromlás az, amikor Isten annyira lealacsonyítjátok, hogy ő saját személyben leszálljon, hogy nektek embereknek megváltó szolgáljon. Tehát hallgatja Krisztusnak a megváltói művét. Valójában a szellemek a céljukat, a megtisztulást és a hazaérkezést saját erőből önmegváltás útján érik el. A föltámadásról nincs szó, hiszen a test csupán elkerülhetetlen rossz. A test ugye a bűnnek a forrása. A szellemek az újjászületések révén egyre jobban megtisztulnak és felemelkednek. A spiritizmus mindig is saját magát az igazi kereszténységnek tartotta. Egyébként benne van ebben a Szentháromság tagadása is, hiszen Jézus is a Szentlélek csak a szellemek közül különösen magasztos és kimagasztos szellemek, de semmiképpen nem isteni, ugye személyek, előkelő szellemteremtmények. Egyébként a mai európai sított New Age-es változat ennek az egésznek ugye annyiban módosul, hogy ugye a mai lélekvándorlásban áll, Európában általában csak azt hallják, hogy emberi testben születhet újjá a lélek. De egyébként tudni kell, hogy a New Age mozgalom előfutárai mindjárt a spiritiszták voltak eredetileg, tehát ez az egész itt gyökerezik. A New Age-ben már mindenki lehet médium, tehát nem kellenek ezek a különleges érzékenységű hölgyek, bárki lehet médium, és a kapcsolatteremtés most már nem csak az elvontakkal történik, hanem a különböző kozmikus erőkkel,
ugye úgy is nevezik ezt, hogy channeling, tehát egy kanális, egy csatornát kell nyitni a túlvilág felé, és onnan áradnak a kozmikus energiák, ugye gondoljunk a reikire, hogy kozmikus energiákkal válik az ember, ugye megfizeti a jógusás, ugye illetéket, tanfolyamon vesz részt, beavatják őt, megnyitják a csatornákat, a képességeit, és ugye árad a kozmikus energia. Kérdezzük meg, hogy honnan ered ez az energia? Mi a hatása az energiának? Sőt, tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a nagy UFO hit is a spiritizmusnak egyfajta materialista formája, mert csatornát nyit ugye a más bolygók lakói felé, akik aztán különböző bölcs kinyilatkoztatásokat adnak, és megnyitják az embereknek a szemébe. Valójában ilyen túlvilági csatornák nyitnak, ugye? Tehát... összekeresünk a dolgainak. Igen. Hogy mennyire hat manapság ez az irányzat, például olyan nagy híres személyiségek is, mint a Shirley MacLaine színésznő az egyik bestseller könyvét állítólag a szellemek diktálták, vagy Jane Roberts írónőnek egy Seth nevű szellem sugallta híres könyveit. 1988-ban tartottak egy ilyen channeling kongresszus, tehát a túlvilággal való kapcsolatteremtés kongresszusát, megint bejön a humoros része az oldalnak. A résztvevők többsége egy fémből és húzalból készült piramis fordott a fején, hogy antennája legyen a túlvilági híradásokhoz. Tehát ugye, igen. Megint csak ugye a kereszténység ehhez mit szól. A második törvénykönyv 18. fejezetében azt mondja ugye a Úr, ne akadjon senki közted, aki bűnbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez, aki halottat idéz. Na most az előbb említett Gréber, kilépett katolikus pap, ugye a gréberizmusnak az alapítója, azt mondja, hogy ne törődjetek, kedves katolikusok, azzal, amit mond az Ószövetség, mert ugye ez a tilalom, ez csak a kározott lelkek megidézésére vonatkozik. A többi lelket meg lehet idézni, mert a Biblia csak a kározottakat nevezi holtaknak. Ez nyilvánvalóan nem igaz, mert a Biblia tanítja azt, hogy a halál elkerülhetetlen, mindenki, az igazak és a bűnösök is a sírgödörbe szállnak, az alvilágba jutnak, mert ugye a halál a bűn egyetemes következménye, tehát ugye a igazakat is, akik elbújtak, ugye halottaknak nevezi, és azonnal sem szabad megidézni. Tehát a szentek tisztelete sem spiritizmus, tehát nem idézünk meg mondjuk ma Szent Erzsébet szellemét, hanem kérjük az ő közben járását. Lényeges különbség, ugye. A spiritizmus valójában ezt a külön választott lelket abszolutizálja. Isteni tulajdonságokkal ruházza fel. Vallja ugyan, hogy van a szellemek között hierarchia, de az elmúlt nagyapám szelleme ugyanúgy egy a szellemek közül, mint például a Szentlélek vagy Jézus Krisztus. Tehát egyszerűen nincs különbség megint a teremtő és a teremtmény között, ugye. Nem különbözteti meg az angyalokat sem, mint tiszta szellemeket az emberi lelkektől. Tulajdonképpen az egész egy nagy egység, egy egyetemes szellem van, ugye, aminek a részei az egyes egyéneknek a szellemei. Ez is a panteizmusnak egyfajta ugye, változata. Tehát a monizmus minden egy. Minden egy, és az a cél, hogy minden visszatérjen ebbe a nagy egységbe. Ez egyébként az okkult világképnek az alapja, ez a monizmus, hogy nincs különbség, teremtő és teremtmény között minden egy. Na most a Grébernek a könyve kiigazítja az új szövetséget is, azt mondja, hogy
ugye tulajdonképpen a Johannes Grebelnek megjelenő szellem ugye kiigazítja azt, hogy az új szövetségben hamisítás. De megint fölmerül a kérdés, hogy és mi van, hogyha egy későbbi szeánszon egy újabb szellem megjelenik, és azt mondja, hogy amit Johannes Grebelnek diktáltak, az bocsánat, az tévedés, most az dobják és újra írjuk az egészet. Tehát ez a végtelenség így van, és nagyon sok esetben bizony a spiritistáknak az üzenetei ütik egymást, ellenmondásnak. Tehát nagyon sok a első ellenmondás. Az előidézett Emmanuel Swedenborg még mindig feltételezte a pokol létezését, ahol a gonoszok egymást gyötrik, míg a J. Roberts által említett szekt nevű szellem már azt hirdette, hogy nincsen pokol. Ugye hát a Swedenborg idején divat volt hinni a pokolba, ma már nem divat, tehát ma már a szellemek sem hirdetik a pokol létét. Még egy a Kardec, az előidézett Allan Kardec a 19. században azt mondta, hogy a primitív népek lelkei sokkal kevésbé jutottak előre a reinkarnációk sorában, mint mi a civilizáltak, akik ugye sokkal magasabb rendűben vagyunk, de a primitív, egyszerű népek lelkei legfeljebb az állati lelkek szintjén állnak. Tehát ez egy rasszizmus, mondjuk ki, ugye? A mai spiritisták éppen az ellenkezőjét vallják, hogy mi vagyunk a primitív, fejletlen lelkek, és ők az igazán magas rendű fejletlen. Szóval megint csak a korszellemnek ugye a beütése. Aztán ugye a többen hivatkoznak, hogy a proféták is az Ószövetségben rémületben beszéltek, azt mondták ugye, hogy az Isten lelke szállt rájuk, és ugye ő ösztönözte őket a beszédre, de az Isten lelke ugye az sohasem vette el a profétáknak az öntudatát. Ugye a proféta, miután elhagyta ez a proféta ihletettség, tehát amikor már befejezte a dövendőlését, emlékszik arra, amit mondott, amit leírt. Tehát az Isten nem veszi el az ő tudatát, holott a médiumok, amikor rémületben írnak, vagy beszélnek, soha nem emlékeznek rá, és nincsenek tudatban annak, amit mondanak. Tehát ez egyértelmű, hogy egyfajta megszállottság. A médiumok, a spiritista médiumok inkább ilyen álprófétákra emlékeztetnek, és tudjuk, hogy az álprófétáknak a fő ismertető jele, hogy a profécia vagy nem teljesül be, vagy nem egyezik a Szentírás többi tanításával a ugye, hiteles üzeneteknek, a hiteles ugye, proféciáknak a tartalmával. A spiritizmus valójában mágia. Ugye minden mágiának az a célja, hogy segítséget kapjon a természet feletti erőktől, hogy felhasználja őket az igazság ügyében, hogy valamiképpen kielégítsék az emberi kíváncsiságot, vagy a látványosság vágyát. Ugye tehát manipulálja, akarja emberi eszközökkel a természet feletti erőket. Új igazságokkal, új kinyilatkoztatásokkal kecsegtet, holott ugye Szent Pál világosan mondja, ha akármi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Tehát manapság azért sokszor beszélnek arról, hogy hagyjuk a múltat a múltba, az nem érdekes, hogy eddig mit hitt az egyház, majd most a Szentlélek újat sugall. Hát azt mondja a Szent Pál, ha akár én most az ellenkezőjét mondanám annak, amit előtte mondtam, akkor én is átkozott legyen. Mert az az igazság, amit az előtte mondtuk nektek. Tehát nincs ilyen tanítás. A Biblia ugye egyértelműen elutasítja azt, hogy a holtak visszatérhetnek, és megtiltja, ne forduljatok halottlátókhoz, ne keresétek el a jósokat, mert beszennyezitek magatokat. Aki halottakhoz vagy jósokhoz megy, az ilyen ember ellenfordulok és kiirtom őt a népemből. A Leviták könyve mondja ezt, és ugye halálbüntetéssel sújtja a varázslókat és a szellemidézőket. Egy híres eset van a szellemidézés kapcsán, ugye az első Sámuel könyvben, amikor Saul király kétségbe esve
ugye a sok harci sikertelenségtől elmegy az endori halottlátó asszonyhoz, hogy megidézze neki Sámuel szellemét. És amikor Sámuel szellem megjelenik, Saul a rémülettől élettelenül terül el. És ugye csak az történik, hogy az illető szellem közli Saulnak, hogy holnap ilyenkor te is itt leszel velem a fiammal együtt a holtak országában. Tehát ugye nem ezt látta igazából Saul. Az egyház atyák azt mondják, hogy vagy az történik, hogy az asszony lecsapta a király, vagy pedig egyértelműen nem Saul lelkét idézte meg, hanem egy démont. Tehát ez egy sátáni jelenés volt. És az Úristen azért engedte meg, hogy ez megtörténjék, hogy Saul ugye észhez térítse, hogy soha többet ilyet ne végezze. Azért kellett így megérnie. Ezért mondja egy Giuseppe de Rosa nevű olasz teológus, hogy a spiritista jelenségek egy része vagy trükk, szemtévesztés, vagy pedig valami egészen más, egy dolgot ki kell zárni, hogy ezek a szellemek az elhúltak lelkei volnának. Nem volna ugyanis méltó az elhúltak lelkeihez, hogy egy médium rendelkezésére álljanak, akár azért, hogy tréfát üzzenek, akár pedig, hogy szenzációs élményben részesítsék a szeánsz résztvevőit, mintha csak cirkuszi bohócok volnának. Tehát az méltatlan az elhúltaktól, hogy most kikérdezzük őket, hogy ugyan Mancika is ott van veletek, és mi a sorsa is, hogy van, és mondjátok, hogy milyen oda állt, mivel töltitek a napot. Szóval ilyen butaságokat megkérdezünk. Ugye. Az egyházi tanítóhivatal az újabb korban kénytelen volt megnyilatkozni ezen ügyben. 1917-ben a hittani kongregációtól megkérdezték, hogy médium közreműködésével, vagy médium nélkül élve, vagy nem élve a hipnotizálás lehetőségével szabad-e részt venni bármifajta spiritista megnyilvánuláson vagy rendezvényen, továbbá olyanokon, amelyek a becsületesség és jámborság benyomását keltik, ugye imádkoznak, Bibliát olvasnak, szabad-e kérdezni szellemeket vagy a lelkeket, meghallgatni válaszukat, szabad-e akár csak csendes szemlélőként is jelen lenni, akár hallgatólagosan vagy kifejezetten tiltakozva az ellen, hogy bármi közünk is volna gonosz szellemekhez. A hittani kongregáció egyértelmű válasza minden kérdésre nem. Nem szabad. Ezt a választ 15. Benedek pápa is megerősítette. Egyébként a pillanat. Tehát a spiritizmus leginkább ez a kongregációs válasz kérte el, a reinkarnációt pedig már ugye elítélték 1254-ben a Lyoni, 1439-ben pedig a firenzei zsina. Tehát az sem igaz, amit egyesek terjesztenek, hogy az egyház valójában sohasem adott hivatalos elítélő hivatkozatot, egyértelműen elítélte ezeket. Tehát ugye, most tényleg lezárom, bocsánat, hogy ennyire elmutattam, hogy arról az egyház tud például, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelkek ugye bizonyos esetben megjelenhetnek. Álomban, vagy nem álomban. Rómában van is egy ilyen, hogy a Purgatorium Museumban. Tehát olyan jelek, amiket a tisztító tűzből jövő lelkek hagytak. Például egy deszkán, egy ilyen üszkös kézlenyomat, tehát az illető a keze lenyomatát ott hagyta. Na most ezekről a jelenségekről azonban tudni kell, hogy ezt nem lehet semmiféle emberi technikával, praktikával kielőszakolni. Tehát nincs semmi olyan módszer, amivel én kényszeríthetek egy tisztító tűzben szenvedő lelket, hogy nekem megjelenjen. Ez spontán történik az Isten akaratából,
És ezek a lelkek azért általában ilyenkor egyáltalán nem olyan beszédesek, hogy kicsacsogják a túlvilág titkait, egy dolgot akarnak közölni. Azt, hogy kik ők, és hogy imád kérnek, és szemünség kérnek, hogy megszabaduljanak a szenvedéstől. Ez az egy kérdés érdekli őket, semmi más. Ugye az egyik prédikációban, a déli miséken idéztem is a Pió atya esetét, amikor ugye egy fiatal szerzetes megjelent, és közölte, hogy ő azért került a tisztító tűzbe, mert ugye amikor a templomot takarította, és a templomban a liturgián részt vett, nem fejezte ki mindig kellő módon a tiszteletét a Szentségű Jézus iránt, és ezért ugye a tisztító tűzbe került, és misét kért a Pió atyától. A Pió atya ígérte, hogy holnap reggel misézek érte. Azt mondta, hogy olyan sokat kell még várnom. Tehát, hogy ebből következtetnek arra, hogy az időérzék ott az egész más, hogy sokkal-sokkal lassabban folyik az idő, és ezért is van az, hogy a Aquinói Szent Tamás szerint a tisztító tűzben a legkisebb szenvedés is nagyobb, a Földön átélhető legnagyobb szenvedésnél. Tehát komoly dolog ez, hogy imádkozni tisztító tűzben szenvedő lelkekért. És van egy olyan dolog is, ez pedig az exorcisták, az ördögűzők mondják, hogy előfordul olyan, hogy a pokolban kínlódó lelkek megszállhatnak földi élőket, tehát nem csak a sátáni lelkek, a démonok szállhatnak meg élő személyt, hanem pokolban kínlódó átkozott lelkek is. Ugye nem egyszer az exorcizmusból kiderül, hogy ő elmondja a kicsoda, és miért került a pokolba, ugye, de itt megint azt hiszem, hogy senkinek se volna érdekében, hogy el lehet megidézni és kérdezgetni, mert ez egy annál sokkal súlyosabb dolog. De egyébként tehát nagyon-nagyon félni kell az ilyen szeánszoktól és az ilyen praktikáktól, akár az elmúltak megidézésétől, akár ezeknek a kozmikus energiáknak és csatornáknak a manipulációjától, mert amennyiben tényleg megnyílik egy csatorna túlvilág felé, az biztos, hogy ott nem a jó elmúltak lelkei jönnek el, és nem az angyalok jönnek el, hanem a démoni lelkek, a gonosz lelkek, akik ugye a hitű tanítása szerint léteznek, befolyásolhatják a sorsunkat, lehet, hogy jó és épületes dolgokat is mondanak, lehet, hogy azt tettetik, hogy ők nagyon jól ismerik a mi életünket, a mi körülményeinket, lehet, hogy vigasztaló dolgokat mondanak, de csak az elején. Valójában cukros pirulával adogatják a mérget. Tehát előbb-utóbb kiderül, hogy ezeknek az erőknek az a célja, hogy minket az Istentől, ami keresztény hitünktől és az üdvösségünktől eltávolítsák. Tehát ne játszunk ilyen dolgokkal, másokat is világosítsunk fel, hogy a dolognak nagyon súlyos következményei lehetnek, és hát nekünk azért az elmúltakkal való kapcsolathoz éppen elég azt, hogy imádkozunk értük, szentmiségmondatunk értük. Hát például én azt hiszem, hogy ez a mai esemény, hogy a Szent Erzsébet az ő erekélye képében ott volt velünk a szentmiség. Ő is velünk ünnepelte az eukarisztiát, és vele való közösségben imádtuk a mi közös Istenünket. Tehát azt hiszem, hogy ennél szebb és komolyabb és üdvösségesebb kapcsolat az elhunytakkal nem lehetséges, és ez pedig minden külön technika és mesterkedés nélkül elérhető. Tehát ezzel a lehetőséggel éljünk, a többitől pedig óvakodjunk.